Márki vagyok, és elérkeztük a következő FIFA 16 demo videónkhoz. Most ki fogjuk próbálni az Ultimate Team-et, azon belül is a FIFA 16-ban debütáló teljesen új játékmódot, a Draft néven futó újdonságot. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy összeraksz egy csapatot véletlenszerű sorsolt játékosokból. Ja, nagyjából ez lesz a lényege. És amit látjátok, már is kaptunk 5 véletlenszerűen kisorsolt felállást. Hát egyik sem a kedvencem, hogy őszinte legyek. Talán a hamis 9-es lesz az, amire ráhajtok. Vagy inkább a birtokló 4-3-3-as. Lehet a birtokló 4-3-3-as, ezt a jövőben már nem tudjuk módosítani. Az a probléma ezzel. Oké, szóval... Amint látjátok, adott nekünk alapból 5 játékost. Ez az 5 játékos közül választhatunk, hogy ki legyen a csapatkapitányunk. És ugye már ilyenkor érdemes eldönteni azt, hogy milyen csapatot szeretnénk építeni, tehát hogy összhangra megyünk, vagy besorolásra, esetleg a kettő között valamilyen kis átmenetet megpróbálunk létrehozni. Én szerintem a legutóbbit fogom becélozni, és mindenképp egy Bundesliga-s játékossal szeretnék indítani, és egy Bundesliga-s csapatot építeni. Most Lewandowski vagy Hummels? Hát nem tudom. Kezdjük szerintem Lewandowskival. Oké. Okay. Itt meg is mutatja a játék, hogy mitől van nekünk jó, vagy esetleg közepes összhang két játékos között. Szerintem azért próbáljunk meg egy jó összhangú csapatot összevarázsolni. Kezdjük is, de... Most tehát akkor induljunk innen. LV, nézzük meg milyen random játékosokat dob be nekünk a játék. Amit látjátok a Bundesligából, senkit nem dobott be. Még a cserepadon, akiket a cserepadra bekapunk. Most hát... akiket sorsol nekünk majd a játék a cserepadra, azokat még ugye természetesen ki lehet cserélni. De egyelőre megyek Neymarral, hiszen szerintem ez lenne a legjobb választásom jelenleg. Igaz, hogy nincs a kettő játékos között összhang, de mégis azért valami. Hát ezt nem hiszem el. És bedobja Messit. Azt a rohadt. Jó, akkor most el kell gondolkozni azon, hogy váltunk egy BBVA-s csapatra megpróbálni. Hát, akkor kell egy másik csatár majd. Na, nézzük meg, hogy kit kapunk mondjuk az első középpályás posztunkra. Hát Bundesligából megint senkit. Hát akkor szerintem a Real Madridból fogjuk kiászani Illa Ramendit. Spanyol játékos. Összhangban van Neymarral, de ugye Lewandowskival nem. Jó lesz akkor, oké, okay, Illa Ramendi. Nézzük a másik középpályásunkat. Bundesligás megint nincsen, hát én ezt nem hiszem el. Hát akkor vagy Rafinha, vagy Iturraps, vagy pedig Benát. Nagyon jó kérdés. Szerintem Benát lesz, hiszen... Igaz, hogy lassabb, de a dribblingen kívül mindenben jobb. De csak egy picit lassabb egy tízes. Jó lesz akkor Benát ide, nekünk legalább a kettő között tök jó összhang van. Meg egy spanyolok is. Na, itt már kaptunk ilyen Bundesliga-s játékos, de szerintem akkor menjünk tovább BBVA-val. Alonso vagy Song illik bele a csapatunkba, ugye Alonso... Alonso, most jut eszembe milyen gyökér, hogy Bundesligás. De spanyol, szóval jó összhangot ápol a két középpályásommal. Na hát ez most nagyon jó kérdés, ugye ugyanaz az összhang lesz bármelyiket teszem bele, ugye vagy egy BBVA-sat, vagy egy spanyol játékos, de ugye ennek az a problémája, hogy a kettő hátvéd, akivel majd még kapcsolatban lesz a középpályás hátvédünk, hogy mondják ezt? Nem közép hátvéd, hanem... Na minden jut eszembe. Védekező középpályás.
úgy bizony, de. Akkor annak kettő spanyolnak kéne lennie, vagy pedig BBV, vagy pedig Bundesligás játékosnak, akkor meg két szélső. Ez nagyon nehéz kérdés, most egyelőre menjünk akkor Szonggal. Menjünk a biztosabbra, szerintem. Jó, nézzük a bal hátvédünket, Léci Marcelo, nincsen Marcelo. Nem baj, de itt van BBVA-ból nekünk Siguera, meg a Bundesligából Rodriguez. Ja, meg Durm. Menjünk akkor BBVA-s csapattal. Jó, Pepe, tökéletes nekünk, ide nagyon jó. Nézzük a következő hátvédünket. Jó, van választás, lehetőséggel Laporte lesz akkor. Oké, és nézzük a jobb hátvédünket. Arbolá vagy Juanfran, az is beleillik tökéletesen a csapatunkba. Jó. Oké, és akkor kapus. Valami jót, Oblak. Jó lesz az nekünk most jelenleg, hát elég sok a sárga, meg van ugye piros is, de hát akkor megnézzük a cserepadot, töltsük fel szépen. Hát kapunk valami nagyon jó támadót, hát ugye most csak kapusokat sorsolt nekünk. Hát akkor válasszuk a spanyol ligásat, BBVA-s kapust. Senki nincs itt BBVA-ból. Tök mindegy, kit választunk, mert egyiket se fogom alkalmazni, akkor lemászok, Kratis. Oké, BBVA-ból Adriano, ő hát jó lesz a cselepadra. BBVA-ból nincsen senki. Hát akkor legyen már Verratti. Jó. Erem. Aha. Nem tudom, nekem egy nagyon jó izé kéne. Csatár. BBVA-ból. Mondjuk itt olyan egy Suárez. Hát örülnék, hogyha bedobná egy Suárez-t. Hát Piattiát, vagy Munyány. Akkor gyere te. Oké. Hát ugye Abamanya. Szis bedobta Suárez-t! Ezt nem hiszem el. Tökéletes. Megvan az izé a barcelonás gyilkos támadó sorom. Ugye az MSN. Messi, Suárez, Neymar. Azt a mindenit. Na, töltsük fel a tartalékot. Busquets. Az egész jó lesz. Nekünk igaz, hogy lassabb, mint Song. De Song akkor feljön nekünk cselepoltra. Lewandowski helyére. Oké. Marcelo. Király. Jézusom, mekkora szerencsém lesz így a végére. Jól van. Verratti, gyere le szépen, mert csak BBVA-sokat akarok a csapatomba. Oké, hát akkor ez Alcázar, vagy Alcácse. Ó, Ter Stegen! No! Gyerekek! Szerencse velünk van, úgy érzem. Szokratész helyére. És az utolsó játékosunk, aki bekerül a csapatunkba. Modric! Király! Filipe Luist is választhatnám. De ugye nekünk most ott van arra a helyre, izé. Marcelo. Na, kit vigyünk le? Benát vagy ilyen. Levisszük Benátot. És felhozzuk cselepadra. Ki helyére. Na, már csak izék. Izéink vannak, mik ezek? BBVA-s játékosok és egy BBVA-s menedzsert, Léci. Az nincs, de minden jól lesz nekünk, Mourinho. Kész a csapatom, itt az összegzés. A top 3 játékosom Messi, Modric és Pepe. Mondjuk nem tudom miért, mert van ott még egy Neymar is, meg egy Suárez is, akik még jó besorolásúak. Tehát igazából nem vagy benne biztos, hogy... Vagy nem tudom mi alapján dönti el a top players. Na mindegy. 100% chemistry, ugye össze a 84 besorolás. 184-es lett a csapat értékelésem így összességében, szerintem 200 a maximum. 8 Barcelona játékos, 20 játékos a BBVA-ból ugye, és 7 spanyol nemzetiségi játékos. Király,
És akkor szerintem ezzel a csapattal le is toljuk a meccset, ugye már ez a lényeg a Footdraftnak. Valami jó kis csapatot. Nyomjunk egyet Inter ellen? Gyengébb az Inter jóval az én csapatomnál, mint most összerikkentettünk. Nyomjunk egy, de nem akarok olyan csapat ellen játszani, amiből van a csapatomban, szóval akkor legyen egy PSG. Oké, okay, Game Settings-be gyorsan felnyomjuk Professionalra. És mehet. Előtte, mielőtt elkezdődik, iszok egy kis tejet, jó? Köszönöm. Oké, okay. Kezdődhet a Draft FC versus PSG meccs a Santiago Bernabeu-ban. Nagyon örülünk ennek. Igazából tényleg nagyon jó kis csapat lett szerintem. Főleg ennek nagyon örülök, hogy ez a Barcelona, ez a gyilkos támadósor, ez így összeállt nekünk. Az ehhez kellett egyfajta szerencse. Ez lehet. Oké, ad ide, az az enyém, azaz Modric volt, ugye ez? Jó, Messi, elhúzzuk, azaz. Ott van! Bakker! De szép volt, Messi meg Suarez. Igen, nem baj, oké, Modric a szöglezzászlónál. Betekeri, hát Suarez fejel? Volna, hogyha. Nem tudja fejelni, oké, visszakurítjuk, Busquets, lövöltsel be, és ott a gól. Ott a gól! Megvan a kipattanó! Messi! Vagy... Ja, Messi csodálatos helyezkedésének köszönhetően vezetünk 1-0-ra már a 6. percben. Gyönyörű! 1-0, yeah. Amúgy a FIFA 16-ban teljesen más lett szinte. Teljesen más szinten, igazából az úgy értelmes. Nem ilyen, szóval nagyjából... nagyjából átszopták a mesterséges intelligenciáját az ellenfeleknek, mert sokkal okosabban játszanak, tehát sima profi szinten is nagyon okosan játszanak, és ki is egyenlítettek. Elég hamar 1-1-re Lukasz vette be a kamumat. Azt lehet észrevenni, hogyha mondjuk vezet a csapat, az ellenfél csapat, amit a számítógép vagy a játék irányít, akkor elkezdenek köcsösködni, mint a való életben, hogy hátul elkezdenek passzolgatni, meg ilyen kis parasztságok. És ez igazából teljesen jó, szerintem eléggé reális lett ez, nekem nagyon tetszik. Persze idegesítő tud lenni, de nem olyan idegesítően passzolgat hátul, mintha mondjuk egy köcsög ellenfelet fognál ki online-ba, és akkor ő hátul kipasszol, és nem tud elvenni a labdát, hanem úgy passzolgat hátul, hogy mit tudom, passzol egy tizet, és csak utána hozza ki a labdát. Mint az életben. Ter Stegen gyönyörű hárítását láthatunk, közben Ibrahimovic fejesét hárította a kapusunk. Ez is vágatlan videó lesz, mert szeretnék egy-két vágatlan gameplayt feltölteni azoknak, akik így kíváncsiak egy FIFA 16 teljes meccsre, hiszen majd, hogyha majd teljes értékű játék jött, tehát hogy ez csak a demo, akkor persze nem lesznek vágatlan videók, meg lesznek vágva, mint eddig. Tehát tulajdonképpen azoknak megmutatom a játékmenetet, hogy tulajdonképpen milyen, akiknek nincs lehetőségük esetleg kipróbálni, és de kíváncsiak rá, és messzivel sajnos nem tudtuk bentartani azt a labdát, elég hosszúnak bizonyosult. Oké. Okay. Tehát észre lehet venni tényleg a játékon, hogy a mesterséges intelligencia sokat változott az előző FIFA-hoz képest. Maga így a kinézet, nem? Az átvezetők lettek valamilyen szebbek. De maga a kinézet az úgy nem, de és valaki le is sérült nálunk. Amúgy a FIFA 16-ban úgy tudom, csak Krisztiántól tudom ezt az infót, mert igazából én nem hallottam róla, meg nem is néztem utána.
A teljes játékban a Foot Draft, ugye ez a játékmód, amit játszunk, a FIFA Ultimate Team Draft mód, ez nem ingyenes lesz, hanem elvileg 15 000 zsetont be kell fizetned azért, hogy tulajdonképpen építhess egy ilyen random csapatot, vagy hát egy ilyen Foot Draft csapatot, azt nem érjük el sajnos. És tulajdonképpen ennek az lesz a lényege, hogy 4 meccset kell megnyerned egymás után, és akkor kapsz jutalmat. Ilyen csomagokra lehet gondolni, tehát mit tudom, ilyen... Na, tehát... pakkokat. Amiket ugyanúgy zsetonért lehet venni, de valószínű, hogy ha 15 000 zseton befizetsz, akkor olyan pakkot kapsz, amiért megéri 4 meccset megnyerni. Legalábbis én így gondolom, ez lenne egy logikus. Majd megnézzük aztán ez a... a gyakorlatban hogy fog kinézni, hát nem oda akartam passzolni. De bízunk benne, hogy nem cseszi el ezt az IE, mert tényleg ez egy nagyon tetszik nekem ez a mód. Tulajdonképpen itt megy Messi. Nem elé adtuk, még nem elé adtuk. Messi becsavarja. Nem csavarja be, nem. Szögletre hárít David Luiz, azt hiszem ő volt ott. Oké, okay. Pepe! Pepe, mekkora fejes volt ez, bakker. De Sirigu-nak igazából csak ki kell nyújtoszkodnia, szóval lehet, hogy ő még unatkozott is a védés közben. Uha, elég elfutottam mellette. Cavani, nem adjuk sehova. Most hát nem engedjük, hogy leadja, de hát hogy elpasszott, az meg lesz, passzold el! Passzold el! Jó! És lepattanunk róla. És lepattanunk róla. Az meg lesz. Bakker, mekkorát védett ez a gyerek! Jézusom, Silva! Szerintem a Silva volt. Azt a mindenit. Busquets! Nem hiszem el, kapufa! Na már megint kezdődik a kapufa izém. Kapufa, bal szerencsém. Hát, ezt nem hiszem el. Busquets úgy látszik megint OP fejesekbe. 15-ben is az volt. Busquets meg Hummels, ezek nagyon jó fejesek voltak. Modric! Jézusom! Hát ez hogy beakadt? Ott a pass Juanfrántól. Jobbal megküldi a sarokba. Basszus, mekkora az gyönyörű lövés. 2-1. Oké. Modric úgy néz ki, jó játékos lesz. Jó, fut Suárez. Kijött izé Sirigu. A rosszul fejelt, lőjük rá Busquets! Hogyan lőjük rá? Át kellett volna emelni. És itt van az első félidő vége! 3-1? Vagy 2-1? Ja, 2-1 mondta, és a 2-1-re vezetünk, igen. 11 kapura lövésünk volt, 7 ment be, 40%-ban birtokoljuk a labdát. Nem vagyunk olyan rosszak. Alright. Oké. Egyelőre nem szeretnék cserélni, bár megnézem, hogy egy jó CM-em nincsen, ugye Benát van. Akkor Benát helyére felhozom, vagy se ilyen a Mendy helyére felhozom szerintem Benátot. Jobb a shootingja. Oké, mehetünk is tovább. Le is ült Pisti. Na, ezek lettek szebbek. Szerintem jóval. Tehát észrevenni a különbséget. Persze nem kiugró, meg nem egy... Witcher 3, meg nem is egy Metal Gear, meg nem is egy minden más gyönyörű játék, ami mostanában kijött, hanem ilyen FIFA-hoz épülék, na. Modric, ott indítja Messi papát, Messi papá behúzza, és Suárez, David Luiz szerel minket, elég könnyedén igazából lesz itt, nem szokták ilyen könnyen szerelni. Én amúgy imádom, hogy Messi focizik.
Most a Real Madrid fannak azok most üvölthetnek, hogy wow, daj, imádj, hogy veszünk most ezek a... De persze nem az összes, hanem csak ezek a nagyon érdekesek, na. Mert egyszerűen olyan focista szerintem Messi, aki szimpatikusan játszik. Tulajdonképpen... Ez már nem volt olyan jó lövés itt az előző. Tehát így annyira egyszerűen játszik, hogy olyan közel vezeti az ellenfélhez, hogy néha megállíthatatlan. Tehát amikor elmegy 4-5 védő mellett egy támadásba, az szerintem gyönyörű. Persze neki is vannak rosszabb napjai, neki is ki kell fogni azt, amikor ezek összejönnek, de... Tehát nekem, ha válaszolom kérdezni, hogy kedvenc focista, akkor szerintem Messi mondanám. De rossz passz volt ez. De természetesen nem úgy vagyok vele, hogy Messi az Isten király, meg ő az izé. Hanem nekem ő a legszimpatikusabb játékstílusú focista jelenleg. Oké. Okay. Megnyerte az El Clásicót. Tegnap előtt, vagy nem tudom mikor látjátok ti ezt a videót. Na mindegy, megnyerte az El Clásicót, hála Istennek. Az Inter 1-0-ra egy gyönyörű Guarín gollal. Na Suárez. Ott van. Be a pipába, belsővel. Erővel. Így kell ezt csinálni. 3-1 ide. Gyönyörű passz Neymartól. Átveszi, tök üresen van, 11 méterről. Nem hibázik a srác. Tehát 3-1-re vezetünk, egész jobb vagyunk, igen. Na. Próbálja megkeresni a rést. Annyira látszik, hogy próbálja megkeresni a rést a védelmemen. Imádom, ahogy most itt változott ez a mesterséges intelligencia. Messi befutjuk, pakker, azt szerintem kb. 5 centi múlott. Meg lesz az, gyönyörű Busquets. Modric indítja Neymart, azaz. Szerintem becselezzük. Ott van a negyedik, gyerekek. Szerintem becseleztük, ja. Gyönyörű gól, ezt visszanézem. Itt egy egyszerű kis hup, ott egy hup, ott meg egy BOOM! A hosszú pipával Neymar sem hibázik. Na, az MSN betalált, plusz még Modric is egyszer, szóval jól összeállt ez a csapat. És én azt vettem észre, mert már játszottam pár meccset Footdraftban, ugye... Szegény azt hitte, hogy a magyar válogatottban van, hogy nem tudja leszedni a labdát és levenni. Lekezelni. Ter Stegen! Gyönyörű. Tehát Mit kezdtem el mondani? Ja igen, már játszottam pár Footdraft vérközést. És azt vettem észre, hogy az összhang itt a FIFA 16-ban, de lehet, hogy csak a draft módban csinálták meg így. De az összhang most már sokkal többet számít, mint eddig. Tehát én csináltam ilyen szar összhangú csapatokat, de érted, ilyen tele volt Ronaldo, meg Ibrahim is, meg itt olyan Lewandowski, tehát ez volt a támadósod. És tehát nulla volt az összhang közöttük. És ez meg is látszott, mert nem lehetett úgy velük játszani, mint amúgy kéne, hogy játszani lehessen velük. Hoppá, hát ez lövölcsel akart lenni. Úgy néz ki, hogy nem nyomtam le eléggé a gombot. Na, szóval igen, számít az összhang, és szerintem most is látszik, hogy nem véletlenül vezetünk 4 góllal. Úgy érzem. A Lucas. Nagyon okos passz. Ibrahim is meg
becsavarja a rövidbe, 4-2 az állás 80. percbe. Még van ideje a gamenek egyenlíteni. Ez nagyon okos volt ez a passz. Ez is, ilyet se láttam még FIFA 15-be. Boom, gyönyörű, szép. Oké, 4-2 az állás, semmi probléma. Gyere szépen, Modric kaka. Jó. Oké. Elég gyengusz volt. Hamar lepattant. Jó. Oké, nem baj. Oké, most már... az a helyzet, hogy... rúgni kéne még egy gólt. Ajaj, de viszont eléggé feljött az ellenfelem, tehát az is látszik, hogy érzik az, hogy... hogy mindent vagy semmit. Tehát... tulajdonképpen szerintem állótetekben van jelenleg az ellenfelem. A kapus vagy elte rá! Szirigu Pisti, te! Menj vissza a kapuba! Kapus léci, gyönyörű. Ott van Messi. Jó, jaj, Suarez. Viszont ott van Neymar. Aki elől, hogy elrúgták Bakker? És már Szirigu vissza is ért a kapujába, szóval. Hát ez az ellentámadás nem jött össze. Az anyád, Cavani, menj innen. Marcelo, rúgd el. Gyönyörű. 2 perc lesz a ráadás. Na, ott fut a messzikénk. Azaz, kisodródunk. Nem baj. Hú. Azta. Azta. Milyen ügyesek ezek a védők. Tehát David Luiz. David Luiz az David Luiz. Tulajdonképpen ennyi lett volna ez az első futdraft videóm a FIFA 16 demóban, remélem tetszett nektek, és ha így van, akkor kérjünk rá egy lájkot, és írjátok meg a véleményetek erről az új módról. Én mindenképpen ki fogom próbálni a teljes játékban, amint megjelent, de nem biztos, hogy olyan sok videó lesz ebből, mert ugye nem lesz ingyenes, de meglátjuk, hogy tulajdonképpen hogy fog ez összeönni. Rendben! Köszönöm szépen a figyelmet, én Lucky voltam, sziasztok!